nem az óperenciás tengeren túl. Történt, hogy az érték álomba szenderült, s a hitvány rémálmában ébredt fel. Az élet azoknak, kik éreztek, tragédiává, kik gondolkoztak, komédiává lett. A világ a feje tetejére állt. A valóság az arcunkba üvöltött, de mi behunyt szemmel, bedugott füllel csak trallaláztunk. A szavak horoggá, a mondatok kivetett hálóvá váltak. A kezeket a hatalom iránti vágy, vagy az attól való félelem mozgatta. A világ az érzéketlenség színpadává lett, ahol idióták és mechanikus kurvák léptek fel. A bűn erény lett, a bal jobb, a jobb bal. Gyermekvezetők kirakadt babák kezében. Elnyom a hanyatló, a romlás élengel. Nekem volt igazam. Isten téved. A tudósok a fantázia birodalmában. Az archaikus avantgárd. Az üresség istenség. Ami fekete vagy fehér volt, a szürke egy árnyalatává lett. A babona és a vadászú gyűjtögető létforma reneszánszát élte. A valóság megtámadhatatlan mindenhatósága sokkolóan irracionálissá vált. A bolygó legnagyobb ellensége az ember lett. A világ megőrült. Mi történhetett velünk? A hitvány, amikor ráébredt, hogy semmilyen módon nem képes felülkerekedni azon, ami elismerésre méltó, elhatározta, hogy egy aljas trükkhöz folyamodik. A módszer egy új erkölcsiség kifejlesztése volt. Minden értéket átértékelt, s elhitette, hogy a hitvány valójában jó, az elismerésre méltó pedig aljas. Majd egy sikolyt hallottam. Csak később döbbentem rá, hogy én voltam az, ki üvölt.